A Bajmoki Dózsa György Magyar Művelődési Központ névadója halálának 500. évfordulójára három napos rendezvénysorozattal készült. Ennek egyik eseménye Dózsa György szobrának felavatása volt a központ udvarában. Dózsa György mindig is az újat és a jót akarásnak a jelképe volt. Megmutatta a népnek az élet erejét, és hogyha akkor, abban a korban el is bukott, de továbbra is évszázadokon át a reményt adja nekünk, a reményt, hogy kitartással, összefogva együtt el tudjuk érni céljainkat. A szobor alapanyaga Dózsa György szülőföldjéről származik, és földie egy erdélyi fafaragó készítette. Az egykori parasztvezér megformálása könnyű volt, mondja az alkotó. Markáns személy, egy jó paraszt, kigyúrt paraszt lehetett, azt mondják, mert mindenki így ábrázolta. És akkor nekem ez így sikerült, ennyire. A Bajmokon megszervezett háromnapos rendezvénynek, a népzenei műsoroknak, a kézműves kiállításoknak és a történelmi tanácskozásnak erdélyi, magyarországi és vajdasági résztvevői is voltak. A bajmokiak céljai között szerepelt egyebek mellett a különböző tájegységek szokásainak, értékeinek megismertetése. Elmélyíteni a baráti kapcsolatokat, történészek által pedig megismerhettük a Dózsa-féle parasztháború hadtörténeti vonatkozásait, és szoboravatással pedig méltó emléket állítani a magyar történelem e kiemelkedő személyének. A Dózsa György halálának 500. évfordulója alkalmából tartott szoboravaton a vajdasági magyar politikum és közéletjeles képviselő is jelen voltak.